Kb. öt évvel ezelőtt a férjem és én páros vakációra mentünk Párizsba néhány barátunkkal. Én borzasztóan izgatott voltam az egész miatt. Egy barátnőm hívott meg, hogy csatlakozzunk hozzájuk és a férjéhez. Jó pár csodálatos helyről szóló linket küldött nekem. Egy hét hálószobás víkendházat házat foglaltatott nekünk. Egy palazzó nevű helyen, egy régi módi, de szép faluban. 15 percnyi autózást a Párizstól. Ami azt jelentette, hogy egy kicsit megmerítkezhettünk a francia vidék életben. Két párizsi bevásárló körút között. Úgy tűnt, hogy ez egy álom vége lesz számomra. Úgy értem, nincs romantikusabb hely Párizsnál, nem? Tehát felszálltunk a Eurostarra Párizsba mellett, ott ebédeltünk, majd autót béreltünk, és áthajtottunk a víkendházba. Alig bírtam magammal. Gyakoroltam egy kicsit a francia nyelvet, amit még az iskolában tanultam, és bár borzalmasan beszéltem, a franciák nagyon kedvesen viszonyultak ehhez. Úgy hallottam korábban, hogy meglehetősen durvák, de csodálatos volt, ahogy ez alakult számomra, egy puszta, mítossá. Az ebéd finom volt, a ház pedig egyszerűen gyönyörű. A barátnőm és én felfedező útra indultunk a házban, arról áradozva, hogy mennyire szuper minden, ami francia, és hagytuk, hogy a fiúk addig önmaguk lehessenek. A hátsó kert is remek volt a hatalmas zöld pázsit, ami egy sűrű eldőre nyílt. A mennyországban éreztem magam, még mindig izgatottan, de a hely nagyon derűs volt, és igazán romantikus. Fogalmam sem volt róla, hogy ez a mi kis romantika buborékunk nem sokára borzalmas módon fog szétúrani. Volt egy igazán csodás vacsoránk a helyi vendéglőben, aztán visszamentünk a házba a sötétben, kétség kívül egy kicsit becsípve. A melegnek köszönhetően folytattuk az ivást a vékent ház konyhájában. A barátnőm fiúja neki állt felderíteni az összes konyhaszekrényt és fiókot. Így lehet egy gyorsó zseblámpát, ami pedig arra késztette őt, hogy felfedező útra induljon a kert végén lévő sötét erdőbe. Azzal hetszeltük, hogy ő lesz az első, aki meghal majd, mint egy horrorfilmben. Ám ő nem zavartatta magát, és egy kis kicsit pityókássan minden esetre kiment a kert végébe. Körülbelül tíz percre lehetett kint, közben mi beszélgettünk. Egy kis kirándulást terveztünk Párizsba másnap reggelre, amikor váratlanul egy sikolyt hallottunk. Valamennyien elnémultunk, amikor rádöbbentünk, hogy ez a barátnőm fiúja volt. És bizony, torka szakadtából üvöltött. Aztán berohant a hátsó ajtón, és azt kérdezte, melyik ötök beszél a legjobban franciául, mert most rögtön ki kell hívnunk a rendőrséget. Az én barátom azzal gyanúsította, hogy már is meg akar minket réfálni, ám mondhatjuk, hogy láthatóan őszintén meg volt rémülve, és fehér volt, mint a fal. Esküszöm a mamám életére, hogy ez nem vicc, mondta. Ki kell hívnunk a rendőrséget. Kezdett rajtunk némi pánik eluralkodni, mire végre kinyögte, hogy nem vagyunk életveszélyben. Mégis ki kell hívnunk a rendőrséget, mert egy holtestet talált a házvégi erdő fái között. E ponton esett le az álmunk. A kedvesen még mindig hitetlenkedett, és kijelentette, hogy kimegy, és megnézi magának ezt. A barát nem fiúja, aki megtalálta a holtestet, azt mondta: Ne akard ezt tenni, ember! Komolyan mondom, nagyon rossz állapotban van. Annak oka, hogy ennyire kikészült, nem csupán a holttest maga volt, mert az korán sem valami szerencsétlen időszemély volt, aki mondjuk elesett és beverte a fejét, vagy ilyesmi, a srác azt mondta, hogy szerinte nyilvánvalóan meggyilkolták az illetőt. Hívtuk a rendőrséget, és szerencsére egyikük igazán jól beszélt angolul. Így a barát nem kedves, el tudta mondani neki, hogyan találta meg a holttestet. Mindeközben egyikünk az után próbált kutatni, hogy hol aludhatnánk az éjszaka valahol máshol, akár egy négy csillagos szállodában Párizsban az egész útunk tönkre ment. Arra gondoltunk, hogy nem tudjuk ezen csak úgy túltenni magunkat, és élvezni a hétvége hátra leépő részét, de a rendőrség másnap is beszélni akart velünk. Leléphettünk volna, ha ez nem számított volna a becstelenségnek, de hát romantikus hétvégét akartunk. És most az úgy végződött, hogy gyanúsítottak lettünk egy francia személy meggyilkolásában. Persze végül tisztáztuk magunkat, és hazautazhattunk, de az egész borzalmasan rémisztő volt. Az volt a legfurcsább, hogy az RMB tulajdonosai jó véleményeket kértek tőlünk, annak ellenére, hogy holtestet találtunk a tulajdonokban lévő házánál. Ez volt a habatortán, ebben az egész szürreális és elmebeteg utazásban. A családom imádja a karácsonyt azokkal az idegesítő emberekkel egyetemben, akik a karácsony dekorációt már november közepén felteszik, és Mary Kelly a, a Halaj van for Christmas is jó című dalát játszák. Eleinte ez minden évben egyfajta rituálé volt. A férjemmel és két lányunkkal alkalomhoz élő pizsamát viseltünk, amit imádtam, és bár a karácsonyi bocsora főzés egy kis és stresszes, imádok együtt lenni ezzel a családdal és a rokonokkal, amikor az ünnepi időszak eljön. Csupán egyetlen nagy probléma volt, hogy ausztrálok vagyunk. Hogy gyorsan megmagyarázzam, Amerikában és Európában a karácsonyt nyilvánvalóan télen ünneplik, Ausztráliában viszont ezek a legforróbb hónapok. Sokkal valószínűbb az, hogy mikulássapkában napozol, mint az, hogy tojáslikört kocsolgatsz a kandalló tüze mellett. De mint mindenhol máshol, mély hóborított hóborította téli csodaországként képzelnénk el igazán az ünnepi időszakot, ahol kicsi, vörös begyek fészkelnek a fenyőfa ágai között. Ám ahol laktunk, egy Darwin nevű helyen sokkal több a pálmafa, mint a fenyőfa. Két gyermekem nem is igazán látott még életében havat és 2019-ben változtatni akartunk ezen. Még ha az emberek őrültnek is tartottak minket ezért, repülőjáratot foglaltunk november végén a fagyos Európába. Az egész út abszolút csodálatos volt. A repülést egy kissé nyűgnek éreztem, de Európa szépségeinek látványa a porzó hóval nagyon ünnepi hangulatot teremtett. Ezért minden perc megérte, amit abban a démoni csőbe beleszorítva töltöttünk. Láttuk Prágát, Berlint, Rómát, Kopenhágát, Párizt, Londont. De amit a családom igazán látni akart elsőként, az Írország volt. A gyerekeim feje tele volt azzal, hogy ez egy varázslatos hely, tele tündérekkel, meg más és alig bírtak magukkal. Annak kilátásától pedig, hogy sört egyenesen a csobbolihat, a férjem csak nem úgy felpörgött, mint a két kislányunk. Megérkeztünk a kis víkendházba, amely a korkülvárosban volt egy béreleti erházba, amely olyan volt, mint amilyeneket a mesekönyvekben látni. Mielőtt egyáltalán letehettük volna a táskánkat, már a fielszó miatt lármáztak, a férjem az IT-nek dolgozik, és az internetes biztonság valósággal szenvedélye. Nem csak mert ez a hivatása, hanem mert tudja, hogy ez segít a lányainkat megvédeni a szájbertér sötétebb oldalaitól. Öt kellene kérdeznünk annak részleteiről, amivel foglalkozik, de bárhova megérkeztünk, a bérelt házunkban, a férjem azonnal neki állt átfésülni az internetet, hogy ellenőrizze, van-e benne szülőizár és egyébként is biztonságos-e. Ő a laptopon kopogott, még én gyorsan ittam egy kávét, aztán különös kifejezést vettem észre az arcán, amit már ismertem, és nem kedveltem. Ma ültem a déványra, és előre hajoltam, hogy lássam, mi nyugtalanítja őt. Mindaz, amit a képernyőn láttam, egy számítógépes képtelenség volt. Sosem voltam éppen egy műszaki zseni, szóval nagy bosszuságomra meg kellett kérnem, hogy magyarázza meg. Egy bizonyos szöveg szövegsorra mutatott, amely szerint a wifi re már rá volt kötve egy másik eszköz, amikor megérkeztünk. Megmutatta, hogy lehet rácsatlakoztatni a telefonjainkat és az ő laptopját. Am volt egy titokzatos eszköz valahol. Ekkor a férjem megnyitott egy másik ablakot és egy kicsi ikonra mutatott, amin világosan látszott, hogy egy kamera képe. Én magam rám jellemzően a dolog pozitív oldalát láttam megjegyezve, hogy ez nyilván az ingatlan kültelére installált biztonsági kamera, de a férjem azt mondta, hogy odakint semmiféle kamera nem látható az épületen. Ez volt az a pont, amikor hozzálátott kipróbálni ezt-azt az IT varázslatai közül. Aztán pár perccel később hallottam, ahogy a konyhába hív azon a bizonyos apu hangon, mi szerint itt valami nagyon nincs rendben. De gyanúm szerint most nem a gyerekekről volt szó. Tágra nyílt szemekkel mutatott ismét a laptopja képernyőjére, és azon, mintha a hálószobánkról készült videó lenne. A lányaink látszottak, amint azt tervezik, hogy most itt maradnak, felülről lefelé nézetben, mintha egy kamera lett volna a mennyezeten. Berohantunk a lányok szobájába, ahol kiderült, hogy a kamera a füstdetektorokban volt elrejtve, ami pedig egyenesen az ágyak felett volt található. Még nem tudtuk kicsoda, de valaki azt tervezte, hogy nézni fogja a lányainkat alvás közben. Ami talán a legrémisztőbb dolog volt, ami valaha történhetett a családunkban. A férjem azonnal hívta az ingatlan tulajdonosát, hogy megkérdezze, miért installáltak kamerát a gyerekek hálószobájába. A tulajdonos először tagadta, hogy kamerás kábel tévéje lenne, Sőt, volt pofája azt mondani, hogy a videókábel egy másik ingatlanhoz tartozik, mintha ugyan nem ismerném fel a saját kölykeimet. A férjemnek meg kellett fenyegetnie, hogy küld egy képernyőfotot a videókábelekről, hogy elismerje a létezésüket, de aztán meg azt találta mondani, hogy a szemétből származnak, és csupán a cuccait akarja velük védeni. A férjem ekkor azzal vádolta, hogy kukkoló, és fel fogja jelenteni. Erre már aztán a tulajdonos csomót kötött a nyelvére, nem tudott semmi mentséget kitalálni. Aztán egyszerűen letette. Megint felhívtuk, közölve vele, hogy undorító, és semmit sem tudott a mentségére felhozni. Teljes mértékben dühösek, és kikészültek voltunk mivel épp csak elkerültük, hogy ez az őrzője bámulja egész éjjel a gyerekeket, és ráadásul elég késő éjszaka is volt már. Én és a férjem összecsomagoltunk a gyerekekkel, miközben egy hotelt kerestünk a közelben. Jó pár hónapnyi e mailezésünk került a panaszosztályjal, de végül megkaptuk a visszatérítést, ami kétségkívül megilletett minket. Arról is biztosítottak, hogy a háztulajdonost eltiltották attól, hogy ingatlant adjon bérbe, ami többet segített a lelknyugalmunk visszanyerésében, mint akármekkora összegű készpénz. Tudom, hogy léteznek emberek efféle feldavágyakkal, és az őket hozzásegítő cuccokkal, de soha egy másodpercig sem gondoltam volna, hogy egyszer belefutok egy ilyenbe. Miközben a karácsonyi álomvokációra indultunk Európába, az egyetlen dolog, ami igazán aggaszt engem, az, hogy az RMB megtartotta ezt a szemét, és az emberek kedvelik őt a platformjukról. A férjem és én a rendszerünkön keresztül gyakoroltunk rájuk nyomást, hogy biztosítsák a vendégek biztonságát, de egyszerűen nem adtak semmi kielégítő választ. Rámutattunk, hogy ez a borzalmas kukkoló könnyedén készíthet magának fiókot, akár egy barát, ismerős rokon nevében, és felvételeket készíthet mások gyerekeiről, azok tudtán kívül, és az e-mail, amit válaszként kaptunk, ennyi volt. Fogalmunk sincs, mit tehetnénk ellene. Ez az a félelem, ami velem maradt, hogy ott van most is talán egy kislány, aki békésen alszik az ágyában, és fogalma sincs róla, hogy egy undorító írszörnyetek figyeli. És közben Isten tudja, mit művel. Egy közeli barátom egyik évben elhatározta, hogy kibérel egy házat New Yorkban egy hétre, születésnapok ünneplésére, és nagyon izgatott volt emiatt. Egy két emeletes öreg városi házban helyezett el minket, ami lélegzetelállítónak tűnt. Azt hiszem, az emberek annyira hozzászoktak az egyszerű felhőkarcolókhoz és egyéb modern kényelemhez, amit New Yorkhoz társítanak, hogy el is feledkeztünk arról, milyen régi ez a ház. Olyan, mint amilyenektől egy város építészetének történelmében szoktak írni, a legöregebb épületek említésével. Tehát repülőre szálltunk, majd elfoglaltuk a házat, ami olyan volt, amilyet kívántunk volna. Még jobb volt, hogy a tulajdonos a földszint ellakott. Tehát, ha bármire szükségünk volt, csak le kellett mennünk hozzá. Brilliáns, nem? Nem. Tévedés. Mint a legtöbb esetben, nem igazán tudtuk, mivel állunk szemben, amíg saját bőrünkön meg nem tapasztaltuk. A fickó ellenőrzött minket, azt kérdezve, hogy van-e valami kérdésünk, vagy ilyesmi. Máskülönben abszolút szívélyes volt. Aztán hirtelen, épp amikor megköszöntük, azt mondta, Ó, lányok, különben lenne itt egy nagy utitáska, valamelyik őtök ágya alatt. Semmilyen körülmények között ne nyúljanak hozzá. Ez némi sutacsend követte a barátnőm és az én részemről. Úgy álltunk ott, mintha azt kérdeztük volna. Mi a fene van? Aztán azt kérdeztük, hogy ezt nem akarja -e valamelyikünk tudják megragadni a táskát, mielőtt letelepednénk. Mert az láthatóan magántulajdon, mire azt felelte: Nem, ez az, ahol az lakik. Ahol lakik? Mi az ördögről beszél ez? És mi az, hogy az? Ez most hülyének hangzik, de akkor nevettünk ezen. Végül is New Yorkban vagyunk, abban a városban, ahol mindenki őrült egy kicsit. Miért rontanál egy kis bolondság a mi nagyszerű születésnapi hetünket? Gondoltam. Az első éjszaka az ágy alá kukucskáltam, és felfedeztem, hogy voltak éppen, pont az én ágyam az, ami alatt a táska rejtőzik. Fú, de szerencsés vagyok. Tökéletesen tisztának látszott. Egyáltalán nem volt furcsa szagos sem, szóval nem lehetett benne hulla, gondoltam. Nem látszott megtömöttnek sem, de láthatóan csak ugyan voltak benne dolgok. Nem is csilingelt, vagy ketyegett mint a régi rajzfilmekben az időzített bombák. Tehát bármi is van benne, nem lehetett az olyan nagyon rossz dolog. És emellett nem is az én dolgom. A következő éjszakán egy kicsit kíváncsibb lettem, de uralkodtam magamon, és békén hagytam a táskát. Harmadnap a barátnőm és én beszélgettünk róla egy kicsit, próbáltuk kitalálni, mi lehet benne. Úgy értem, lehetetlen, hogy a tulajdonos tényleg nem akarja, hogy belenézzünk abba a táskába. Hiszen akkor már azelőtt elvitte volna innen, hogy mi egyáltalán észrevehettük volna. A kérdés maradt. Mi lehet benne, amiről akár akarja, akár pedig nem akarja, hogy lássuk? Kezdtem magamat nagyon kényelmetlenül érezni az egész ügy miatt. Főleg azért, mert az én ágyam alatt volt, és nem a barátnőmé alatt. A barátnőm könnyen rájött erre, és azt mondta, hogy talán a pasas gyilkos fegyverei vannak benne, és én leszek a következő áldozata. Azelőtt visszavágtam volna, de jelen helyzetben ez egy cseppet sem volt vicces. És ahogy képzelhetitek, a harmadik éjszaka a borzalmas kíváncsiság már csak nem kifúrta az oldalamat, és legyőzött engem. Feküdtem az ágyban, abszolút képtelen voltam aludni, és hallottam, ahogy a barátnőm horkol a másik szobában. Nem a fal volt vékony, vagy ilyesmi. Ő egyszerűen ilyen hangosan horkol. Arra gondoltam, épp csak egy kicsit belekukkantok a táskába, és a fickó soha nem fogja megtudni. Nem igaz. Nem akartam a barátnőmet felébreszteni. Arra gondoltam, késbe. Úgy tanni, mintha mi sem történt volna. Harci feladat végrehajtva. Tehát lecsúsztam az ájról amilyen halkan csak tőlem telt. A táskáért nyúltam. Összintén mondhatom, olyan halk voltam, mint egy ninja. Szuper lassan húztam le a cipzát, hogy végképp semmi zajt ne üssek. Egész idő alatt nőtt bennem a feszültség. Istenem, mi lehet ebben a táskában? Amikor végül megláttam, a hüvelykújjamba haraptam, hogy ne nevessek. Az első, amit megláttam a táskában nézve, játékok voltak. Felnőtteknek való játékok. És ez volt minden, amit erről el lehet mondani. Azt hittem, hogy a halott édesanyja mumifikálódott tetemét találom ott, vagy valami hasonlót, és lám, csak egy gumigomb. De ahogy még egyszer megnéztem, nagyon ijesztő volt. De az a dolog, ami arra késztetett, hogy felébresszem a barátnőmet, ilyesmi volt. Tűnjünk el innen, mert a cuccok, amiket a táskában találtam. Szóval, őszinte leszek, a kíváncsiságom legyőzött. Egy lyukas garasét, ahogy mondani szokás. Nem lett volna szabad hozzányúlnom ennek az embernek a holmiához. De Istenem, örülök mégis, hogy megtettem, mert a játékokat leszámítva, amitől felállt a szőr a hátamon, az a cuccli volt, és a felnőtteknek való pelenka túlméretezett felnőtt pizsama gyerekes mintázattal. Volt ott még sok más dolog is, de már az felkavaró volt számomra, hogy leírjam, vagy beszéljek róla. Szinte beteggétett, hogy belegondoltam, hogy hova jutott ez a fickó. Nézzétek, nem vagyok szégyellős vagy ilyesmi, de azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy az ilyesféle cucc rossz. Vagy leges legalább nagyon furcsa. Szóval itt vagyok, kb. hajnali fél egy van, tökéletesen ébren vagyok. A gondolataim szinte egy mérföldnyit rohannak egyetlen perc alatt. Az a tény adta meg a végső lökést, hogy beszélgetés közben hozta szóba nekünk a táskát. Nem arról van szó, hogy én voltam túl kíváncsi, hogy véletlenül belefutottam a cuccába, hanem hogy a barátnőm azt mondta, ha nem akarta volna, hogy hozzányúljunk meg sem említette volna. És akkor nem helyezte volna el a táskát azok szobák egyikében, amelyekben mi tartózkodtunk. Egyszerűen nem éreztem magam többé biztonságban itt. És tudtam, hogy a barátnőm sem. Azok után, hogy már tudta, mi van a táskában, ugorjunk egy órával előrébre. Becsomagolcunk olyan halkan, ahogy csak tőlünk telt. Úgy terveztük, hogy a konyha asztalon hagyjuk a kulcsokat, kiosolunk, és aztán elmagyarázzuk az ügyet a víkent biztosító szervezetnek. Reménykedve a visszatérítésben. Ki innen? Ne lássuk őt soha többé. De ez túl könnyű lenne így. Nem de? Mert éppen ahogy elkezdtük lefelé vinni a nehéz táskáinkat, túl nagy zaj csaptunk vele. Emlékszem, milyen volt hallani, ahogy bejárati ajtó retesz a nyikorog, amitől megfogyott az ereimben a vér. Fogjul estünk a lépcsőkön, nem tehettük rá a lábunkat, mert el kellett volna mennünk mellette úgy, hogy kerüljük a szemkontaktust. Ilyen korán elmennek? kérdezte tőlünk. Összeszorítottam a fogamat és bólintottam. Ekkor azt kérdezte. Belenézett a táskába, ugye? Amint a szavak elhagyták a száját, a szemébe kellett néznem. Milyen arcátlan volt, mennyire tudta, hogy mi folyik itt. Dermesztő volt, ő is olvashatott az arcomról. Láthatta milyen kemény sokkét, hogy amit mondott, telibe talált. Tudta, hogy megtettem. Tudta, hogy nem tudtam erőt venni magamon, és csak mosolygott. Az önelégül gyomorforgató vigyor az egész arcán széterült, és többé egy szót sem szólt hozzánk. Ahogy kilépett az apartman épületből, és nekivágott a járdának. Ez az egész néhány napra elrontotta az utunkat, csak erről tudtunk beszélni, csak erre tudtunk gondolni. És bár igyekeztünk elfelejteni és jól érezni magunkat, úgy követett minket, mint egy sötét felleg, amíg fel nem vettük a kapcsolatot a rendőrséggel, és el nem mondtuk nekik, mit találtunk. Csak ekkor nyertük vissza a lelki békénket. A rendőrség nyilvánvalóan nem tudott mit kezdeni ezzel az ügygel, hiszen ilyen dolgokat bétokolni nem bűncselekmény, bármilyen perverz is legyen. Főleg, ha nincsenek fényképei. Felvettük a kapcsolatot a víkendházas házas szervezettel. Még mindig nyugtalan vagyok, és remélem, hogy az az ember nem bántott senkit. Kirúgattuk az érem től miután ért egy igen durva jelentést rólunk. E-mailt írtam az ügyfélszolgálati csoport egyik tagjának, elmagyarázva, hogy mi történt. Tehát némi jó oldala is lett az ügynek. Ez volt az egyetlen ilyen eset. A többi házigazda mind fantasztikus volt. De azt mondják, egy rossz tapasztalat igazán átformálhatja a véleményedet valamiről. Igaz? Néhány évvel ezelőtt volt egy pillanat, amikor eldöntöttem, hogy az Airbnb felfedezése a legjobb dolog, ami megtörténhetett velem. És ami a legfurcsább, hogy ez számomra a legrosszabb dologgá vált. Volt olyan barátom és kollégám, aki elvesztette valamelyik szülőjét, de bátran fogadta a csapást. Haláluk előre haladott korban következett be, vagy pedig hosszú betegség után, ezért könnyebben el tudták fogadni ezt, de amikor én 2017-ben a tragikus hirtelenséggel elvesztettem apukámat, az nagyon keményen földhöz vágott. Fitt és egészséges volt, és nagyon óvatos, körültekintő típus, és kétlem, hogy bárki elmondhatta volna ezt arról a részek sofőrről, aki egy csütörtök este ágázolta őt. Az egyetlen soán végasz ilyenkor az életbiztosítás, amit a család kap. Úgy értem, sok pénzről volt szó. Apu éveken keresztül gyűjtögethette, eleget ahhoz, hogy a húgom utazhasson, de nekem nem kellett a pénz, csak aput akartam visszakapni. Bárnom kellett volna, amíg a gyász alábbhagy, mielőtt el tudom határozni, mihez kezdjek ezzel, ahelyett, hogy elszórom. Úgy döntöttem, hogy befektetem. Egy barátnőm akkoriban említette az Airbnb-t, és hogy az ő nagybátyja mekkorát kasszált egy lakás bérbeadásából, amely a város központban bétokolt. Kicsit ijesztő volt ekkora összeget elkölteni, de belevágtam. A lakás és a meghirdetésének az Airbnb-hez való elpostázás után egy héten belül megvolt az első foglalásom. A bevétel hihetetlen volt. Hat hónapon belül visszatérült a befektetett pénz fele, tehát egy másik helybe is belefektettem. Egy éven belül tele voltam pénzzel, és bár megtartottam a teljes munkaidejű állásomat, eljutottam odáig, hogy voltaképpen nem is kellett dolgoznom többé. Fantasztikus vakációk, hatalmas kocsi, az élet szép volt, aztán bum, beütött a Covid, és az Airbnb forrásaim teljesen kiapadtak. Emlékszem, mindjárt azt gondoltuk, hogy a COVID néhány hét alatt lecseng, vagy néhány hónap alatt ifjak voltunk, és bohócok, és én nem voltam más. Fogalmam sem volt róla, hogy ez annyira rosszra fordulhat, hogy egyből nem kellene a lakások egyikét, hogy fenntarthassam a korábbi életstílusomat. De szerencsémre az eladói piac volt, nem gondolta volna senki hogy ez lesz a helyzet a pandémia alatt. De ez most jól jött nekem. Elárasztottak a pályázatok az egyik lakásra. Úgy értem, szó szerint emberek százai pályáztak rá, egy nyílt bérlési weboldalon. A megfelelő bérlőt találni nagyobb munka volt, mint ahogy azt gondoltam volna. A pályázókat meginterjúvolni valóságos fájdalom volt. Akkor köztük néhány igazi csodabogár, akik megpályázták a bérbeadást, és minél többnek karikáztam be a nevét, mint számításba vehetőt, annál több pénzt vesztettem. Hanem egyik reggel e-mailre ébredtem egy számításba vehető bérlőtől, aki azt írta, hajlandó lenne 350 extra dollárt fizetni havonta, de e végén kellene beköltöznie. Még csak meg sem akarta nézni a lakást, már az online posztolt fotók látványa is boldoggá tette. 350 dollár extra 50 volt több a különbözetinél. Ez túlzottan is jó ajánlat volt számomra ahhoz, hogy visszautasítsam. Szóval felhívtam a pasast. Normálisnak látszott. Nagyjából készüzletnek volt mondható ez. Már csak a kulcsokat kellett átadnom neki. De amikor tavaly decemberben találkoztam vele, hogy végrehajtsuk a maszkos, egészségügyileg távolságtartó kulcsátadást, mindennek látszott, csak normálisnak nem. A maszkviselés mellett vagyok, félrejét és ne Mindent meg kellett tennünk, hogy megvédjük magunkat. Csak hogy ez a férfi tetőtől talpig be volt bugyalával. Fekete símaszk az arc előtt, sapka. Felhúzott kapucni, kesztyű. Halvány fogalmam sem volt, hogy kinek adom át a kulcsokat. Csupán a Steven névvel azonosította magát, és ugyanazon névvel, mint a velem kapcsolatot felvevő fiók. Alig beszélt, és az egész rossz érzés keltett bennem. Így azt mondtam neki, hogy néhány nap múlva eljövök majd megnézni, hogy érzi magát. Két hónapnyi kauciót már kifizetett nekem, így alapvetően kitartottam mellette. Kezdtem kétségbe esetten akarni a készpénzt, és ez később sok problémát okozott. Körülbelül egy héttel később felhívtam steven hogy meggyőződjek róla, rendben berendezkedett-e, Vagy hatszor hívtam, mire végre felvette, és akkor is úgy tűnt, nincs olyan hangulatban, hogy kedve lenne beszélgetni de aztán még mindig vonakodva beleegyezett abba, hogy beugorjak hozzá. Kezdtem aggódni, hogy vajon milyen állapotban lehet a lakás, de hamarosan megtudtam, hogy egyáltalán nem kellett volna látnom. Megtagadta, hogy ajtót nyisson nekem a távolságtartásra hivatkozva. Amit elfogadok és tiszteletben tartok, de azért vannak módjai lakás ellenőrzésének a szabályok megszegése nélkül. Én ragaszkodtam hozzá, ő megtagadta, Minél inkább ragaszkodtam hozzá, ő annál inkább megtagadta. Végül megfenyegettem, hogy hívom a rendőrséget. Bármilyen potenciálisan jó kapcsolat lehet köztünk. Eszőrödött ki az ablakon. Amikor ezt mondta, lehúztam a maszkomat, hogy jobban hallhassa, amit mondok, és ekkor borzalmas szagot éreztem a levegőben. Ettől egy pillanatra elnémultam akkor találtam újra magamra, amikor megint felhúztam a számra, és az óromra a maszkot. A vita pedig Stevennal tovább folyt, kiegyezve abban, hogy küld nekem egy videót a lakás jelenlegi állapotáról. A beszélgetés véget ért, de már pár percig ott maradtam, próbálván átgondolni, honnan jöhetett a borzalmas Úgy tűnt az egész folyosót elárasztja, de szinte lehetetlen volt a pontos forrását meglelni, és annyira intenzív volt, hogy nem is akartam. Csak imádkoztam, hogy ne abból a lakásból jöjjön, amit kiadtam. Képzelhetik, hogy mennyire kiakadtam ekkor, és hogy átmentem az úton a kocsimhoz. Visszanéztem a lakás abdokára. A szemem nagyon rossz, mégis megláttam, hogy ez a Steven karakter az összes függönybe húzta de kiakasztott az ablakba egy furcsa maszkot. Papírmasé lehetett, vagy valami hasonló, és igazán rég lehetett, mert összeaszalódottnak látszott. Hosszú fekete hajtincsek keresztezték ezt a félelmetesnek látszó arcot. Hallhatóan felsóhajtottam valami olyasmit, hogy megváltó Krisztus. Ez kezd sokkal rosszabbra fordulni, mielőtt jobbra fordulhatná a masz pedig hirtelen eltűnt a függöny mögött. Ez nem csupán egy ijesztő régi dekoráció volt. Valaki viselte, és figyelt engem, miközben valamit csinált. Steven ezután küldött nekem egy videót a lakástól, amely jól festett. Csak éppen a nappali egy sarkát nem volt hajlandó megmutatni nekem. Próbáltam nyomást gyakorolni rá, ő pedig úgy tett, mintha nem tudnám miről beszélek. Úgy döntöttem feladom. Egy héttel azelőtt volt, hogy panaszokat kezdtem volna kapni más bérlőktől az épületből, akik tudták a telefonszámomat, az igazságszolgáltatótól. Panaszkodni kezdtek a lármára és a szagra, amely a huszas lakásból áradt, ami pedig az én tulajdonom volt. Majd a hívások megszűntek panasznak lenni, és sokkal inkább figyelmeztetésekké változtak. Figyelmeztetésnek arról, amit Steven lakásából kihallatszott a szak pedig határozottan még rosszabb lett. Steven azonban továbbra is visszautasított minden formális lakás ellenőrzést. És még most is azt teszi. Két héttel ezelőtt elhajtottam a lakás előtt. Egyik este, amikor munkából autóztam hazafelé. Sokáig voltam bent az irodában, tehát este kilenc körül járhatott, amikor elhatároztam, hogy teszek egy kis kitérőt hogy ellenőrizzem a lakást. Ezt pedig csak nem azonnal megbántam. Steven szemlátomást csak vörös villanyköltéket használ, hogy sötétedés után megvilágítsa a lakást. Úgy néztem fel az ablakra, mint aki azt mondja, milyen szörnyűséget talált ki már megint. Két embert féltem látni rohangálni és ugrálni a nappalimban, teljesen mesztelenül, mindent láttatva. Nyilvánvalóan immár nem ő az egyetlen, aki itt lakik. Annak ellenére, hogy a Bélet kizárólag az ő nevére szól. Feltételeztem, hogy ez nem is maga az egész történet, hiszen még nem ért véget. Úgy döntöttem, hogy nem fogom megújítani steve lakás béletét, és amikor letellik a két hónap, meg fogom kérni, hogy távozzék, vagy pedig a hatóságok segítségét veszem igénybe. De ez az egyetlen dolog, amiben jelenleg biztos vagyok. Sejtelmem sincs, mit művelhet az én nyomorult tulajdonomban. Minek lehet annyira rossz szaga, és kicsoda a másik személy? A dolgok most igencsak rosszul állnak, de van egy mélyen gyökeredző rossz érzésem, és hogy steven kiebrudalni a lakásból több problémával fog járni, mint azt akár csak elképzelni is tudnám. Többé a pénz sem éri meg. Nincs ez a pénz, amiért érdemes lenne kideríteni, miféle szörnyűségeket művelt ott. Igyekszek a jövőben mindenkit napra készen tartani, ha még lesz hozzá erőm. Mert csak az ég tudja, miféle szörnyűségek várnak rám a lakásomban. És Isten tudja, hogy Steven mihez fog még folyamodni. Hogy se én, se más ne tudja meg. Kívánjatok nekem szerencsét, mert a dolgok határozottan kezdenek nagyon furcsává válni.